A Magyar Tudomány ünnepel programsorozat első állomása volt a Nyíregyházi Egyetem agrárkonferenciája, melyet negyedik alkalommal rendeztek meg a Primum alapítvánnyal közösen. A találkozón a mezőgazdasági gyártók, termékbemutatókkal és ismertetőkkel, az ágazat szakmai képviselői pedig előadásokkal készültek. Ez nagyon fontos az egyetem számára, hiszen itt a meghívott gyártók, termelők találkozhatnak a tudomány képviselőivel, itt megismerhetik a fogyasztói igényeket, illetve kapcsolatokat alakíthatnak ki, ahogy mondtam, a tudomány képviselőivel, megismerkedhetnek az Agrár és Molekuláris Intézet kutatóintézet laborjaival, gépeivel, és annak reményében, hogy egy közös együttműködés kapcsán szolgáltatásként is igénybe veszik az egyetem laborjait. A konferencián több mint 15 kiállító mutatta be termékeit, és 10 szakember tartott előadást az agrárium, valamint az agrárgazdaság jövőbeni kihívásairól, melyben a Primum Alapítvány is segíti a mezőgazdasági vállalkozásokat. A Primum az nagyon régen kapcsolatban van mezőgazdasági vállalkozásokkal. Rengeteg mezőgazdasági vállalkozásnak adunk mikrohitelt egyrészt, másrészt pedig van egy szakmai lapunk, a Őstermelő Plusz, amelyen keresztül szakmai cikkekkel és információkkal látjuk el a mezőgazdasági vállalkozásokat. Azért tartjuk fontosnak, hogy összehozzuk a két területet, hogy a mezőgazdasági vállalkozások a különböző mezőgazdaságot érintő fejlesztésekről, kutatásokról értesüljenek, megfelelő információval rendelkezzenek, és ennek következtében olyan minőségi termékeket állítsanak elő, amely a széles fogyasztó közönség részére kiváló minőséget jelent. Az Európai Uniós közös agrárpolitika jövőbeni kérdéseiről Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke beszélt a rendezvényen. 2021-től 28-ig tartó időszakra most zajlanak a tervezések azoknak a brüsszeli elvárásoknak megfelelően, amilyen változások várhatóak a támogatással kapcsolatosan. A magyar kormány azt szeretné, ha ez a támogatási összeg nem változna, legalább megmaradna, vagy a gazdák elvárásai szerint akár növekedhetne is. Ezekért a támogatásokért körülbelül várhatóan nagyobb elvárások, feltételek lesznek megszabva, és most azért küzdünk, hogy ezek az elvárások olyan elvárások legyenek, amit a gazdák úgy tudnak teljesíteni, hogy az nem megy a jövedelmezésük rovására. Rácz Imre hozzátette, álláspontjuk szerint a termelők és gazdálkodók számára nagyobb önállóságot és rugalmasságot kell biztosítani az előírások kapcsán, ugyanis a változó éghajlat számos új és eddig nem tervezhető kihívás elé állítja az agrárium termelőit.